Na jó, de hogyha azon a szinten maradtunk volna, hogy ezt megírta egy napilap, akkor mondhatnánk azt, hogy ez nem egy komoly történet. De a miniszterelnök a Facebook történetében, Facebook üzenetében ezt gyakorlatilag megerősítette. És azt mondta, hogy ilyen áron nem kell. Tehát, hogy ha ez egy hírlapi kacsa volt, akkor bedőlt a miniszterelnök, de ezt nem feltételezhetjük, mert ha valaki ebben az országban, akkor pont ő az, aki tudja, hogy az IMF mit kért, vagy mit nem kért. Na mondja meg azt nekünk, hogy mi lesz velünk, ha nem lesz IMF megállapodás? Nézd, de lehet, hogy nem lesz IMF megállapodás. Hát a mai nap például úgy tűnik. Igen, mert végső soron a piac az úgy működik, hogy időnként akkor is ad pénzt, amikor lehet, hogy racionális, tiszta racionalitás és iskolai osztályzás alapján nem kéne adni. Most a piac jellemzően úgy gondolja, hogy hát először is nagyon értékelő, hogy ilyen sok kamatot kap, mert ugye hát nagyon drágán finanszírozzuk az államadósságot. Másrészt meg úgy gondolja, hogy ha valami nagy baj van a végén, mégis a magyarok rákényszerülnek az IMF és az EU segítségére, szóval a kockázat nem olyan nagyon nagy, meg ügyesen kommunikált idáig valószínűleg az ő irányukba is a kormány, hogy talán itt lesz megállapodás, tehát magyarul idáig szépen vették a magyar állampapírokat, és szépen felszívta magát az állam, és sok-sok pénze van, tehát egy darab, magunkat? És ezen elbízta magát valószínűleg, és komolyan, ugye azt gondolja... Mint másfél-két hónap alatt... Nem csak már folyamatosan, éveleje óta zajlik ez a történet, ugye most már a számítások azt mondják, hogy ennek az évnek a finanszírozása rendben van, a következő év is akár rendben lehet, hogyha el tudják adni a forint állampapírokat, csak az lehet a gond, hogy ugye milyen devizában áron? Kell. Hát részben, hogy milyen áron, de azt itt elmagyarázza a kormány, hogy megvédjük a nyugdíjakat, és ezért hajlandók vagyunk magasabb kamatokat fizetni. De hát végső soron a probléma az inkább ott csúcsosodik, hogy nekünk euróban van egy csomó törlesztési kötelezettségünk, már pedig itt forintban van a kibocsátás, tehát valahogy át kell menni euróra, és hát ez végső soron másképp nem nagyon tud végbe menni, mint hogy a Nemzeti Bank segítségével, tehát akkor a Nemzeti Bank devizatartaléka egy kicsit lejjebb fog menni. Ha a Nemzeti Bank ehhez asszisztál, és mondjuk márciustól ezt valószínűleg a kormány remélheti, hát márciustól ugye lehet, hogy már most is, de márciustól nagy valószínűséggel, ha akkor már csak az tudná, a kérdés, hogy a piac tolerálja, vagy nem. Igen, akkor jár is a mandátumba. Akkor már csak az a kérdés, hogy a piac tolerálja ezt, vagy nem tolerálja. Ezt nem lehet ma megmondani. Lehet, hogy tolerálja, lehet, hogy nem tolerálja. De az is elképzelhető, hogy tolerálja, tehát megmaradunk a borzasztóan drága finanszírozás mellett. Az több száz milliárdot jelent csak a költségvetési kiadásokban, 4-6-800 milliárdot az mindenkinek, mert ugye akkor többet fizet a vállalati hitel után is a vállalat, meg az állampolgárok is a egyéni hiteleik után, tehát ez iszonyú többletekkel jár, de Magyarország egy ilyen vidám ország ezek szerint, aki ezt vállalja, és a világ az meg úgy van vele, hogy örül neki, hogy ilyen szépen lehet kaszálni Magyarországon. Tehát ez a történet hát akár fönnmaradhat, sajnálatos módon. Vagy nem marad fönn, mert eljön egyszer egy pillanat, amikor ez megáll. Tehát, hogyha tovább drágul minden, ha tovább esik a gazdaság, még rosszabb lesz a helyzetünk. Hát ennek a mostani kis kalandnak, hogy írok egy listát, bejelentem, hogy ilyen áron nem kell, már megláttuk a forint árfolyamán azonnal a hatását. Na de tehát hosszú távod is, tehát az, hogy kihúzzuk márciusig, elmegy a simor, ott lesz a tartalék, egy kicsit lecsappantjuk. Hát ennek irtózatos ára van. Hát persze, hogy nagy ára van, ennek végül is az az ára, hogy a magyar gazdaság gyengében stagnál, hogy itt nincsenek befektetések, hogy nyilván az életszínvonalunk is minimum. De ez nem csak stagnál. A jelenünk, ez a jövőnk is egyben. Erről van szó, csak ugye végső soron a dolog nem feltétlenül robban föl gazdasági értelemben, tehát akár még így is lehet. Na most persze elképzelhető, hogyha közben a világ folyamataiban van egy nagy fordulat, megint a portugálok, az olaszok, a spanyolok, az akárki miatt megváltozik a befektetői hangulat, vagy egyszer ez egy pszichológiai tényező is, hirtelen úgy gondolják a minket finanszírozók, hogy hát azért ez túl kockázatos, tehát pillanatok alatt lehet csinálni egy olyan fordulatot, ami után koppan egyet a kormány, és kiderül, hogy nem tudja finanszírozni ezt az egész történetet, és akkor viszont belekényszerül egy ilyen megállapodásba. Ez egyik forgatókönyv, a másik forgatókönyv, hogy a végén valamiben megállapodik, tehát mondjuk ez se teljesen kizárt, de azért a megállapodáshoz két szereplő kell. Ugye itt mi mindig azt szoktuk mondani, hogy hát nem tudjuk, hogy a kormány akar-e megállapodni, de azt se tudjuk, hogy a másik oldal igazán akar-e megállapodni. Tehát én emlékszem arra, hogy mondjuk 95-ben, amikor megvolt a bokros csomag, egy évig kellett az IMF delegációt győzködni, amik hajlandók voltak elfogadni, hogy az egy működő program.
Tehát könnyen járhat a mostani kormány is úgy, hogy ő már azt hiszi, hogy minden rendben van, a másik oldal pedig nem felejti el ezeket a trükköket, ezeket a lépéseket, ezeket a nem úri emberhez méltó csavarokat, amiről itt beszélünk, és most akkor elkezd kételkedni minden sorban, mert azért aki valaha látott költségvetést, az tudja, hogy hát minden soron lehet vitatkozni, hogy az tényleg annyit hoz be, és ha így alakul, ha úgy alakul, ha amúgy alakul, ez a dolog egyik része. A másik része, hogy hát ahogy közeledünk a Nemzeti Bank elnökváltásához, hát nyilván ez is extra bizonytalanságokat visz bele. Egy szándéklevelet alá kell írni a jegybankelnöknek is, hogyha az már túl közel van a mandátum végéhez, akkor már mondhatják azt, hogy hát mi szeretnénk tudni, hogy ki lesz az, aki ezt majd folytatja. Tehát könnyen lehet, hogy a másik oldal kezd el játszani időhúzásra, és azt gondolja, hogy hát végső soron ti tudjátok finanszírozni magatokat. Most nem beszélve, hogyha annyi pénzetek van, hogy még az RV-t is ki tudjátok vásárolni, akkor miért is jöttök egyáltalán az IMF-hez meg az EU-hoz? Hát mert ugye teljes joggal fölmerül a kérdés, azt mondja a német adófizető, hogy miért adják oda a közös pénzt egy olyan országnak, akinek igazából nem kell, mert annyi pénze van, hogy éppen vásárolgat a piacon magának tulajdonokat. Tehát itt még nagyon sok probléma lehet a hitele, még akkor is, ha a magyar kormány egyértelműen elszánja magát, tehát elképzelhető, hogy csinál egy olyan költségvetési higazító programot, nem lesz benne ez a nyugdíj, meg ilyen dolgok, hanem más dolgok lesznek. Mondjuk a munkahelyvédelmi program, meg az SZIA további csökkenése, ami benne van a törvényekben, kettő együtt nagyjából lefedi a 400 milliárdot, tehát ha csak azt mondaná, hogy ezt nem fogjuk végrehajtani, akkor már nagyjából kiegyenesedne a költségvetése. Most csak mondtam egy példát, 500 000 más lehetőség és kombináció van is van. Január 1-én ezeket nem hagyja végre, amiket mondok. Értem, jó lett volna, de esély? hát nem megy. Hát én értem, hát, de ez annyira beharangoztuk. Persze, hát ilyen az élet, de még mindig jobb, mint a nyugdíjakat csökkenteni. Tehát most ha választani, de én nem tudom, hogy mit fognak dönteni, de lehet, hogy valahogyan helyrehozzák a költségvetést, ezen az alapon megpróbálnak az IMF-en megállapodni, de lehet, hogy akkor meg a másik oldal fogja elhúzni a dolgot, és akkor lehet, hogy akkor is csak tavasszal lesz ebben megállapodás, de az is lehet, hogy igazából továbbra se akarnak az IMF-en megállapodni, hanem azt gondolják, hogy élnek, ameddig tudnak, IMF nélkül. Hát most akkor vagy Jézuska meghozza az IMF, vagy majd a Nyuszika meghozza, vagy majd a augusztus 20-ai tűzi játék, már 13-as, valaki csak hoz egy IMF megállapodást. Köszönöm, hogy itt volt. Mindjárt folytatjuk a reklám után, itt lesz Molnár Csaba, a DK politikusa, aztán pedig Kéri László politológussal fogok beszélgetni, maradjanak velünk.